Köszöntöm Önöket! Az ünnepi beszélgetések mai vendége Dancs Norbert, a Székesfehérvári járási hivatalvezetője, akivel a 2020-as évet értékeljük. Köszöntöm itt a stúdióban. Tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét és ön tiszterkesztő asszony. Rögtön itt a beszélgetés elején azért azt elmondjuk a nézőknek, hogy önön maszk van, mert nyilván ezzel is egy üzenetet tolmácsol. Rajtam azért nincsen maszk, mert azért megvan közöttünk az a 2 méter távolság, ami remélem, hogy óvja önt így a koronavírustól. Így van természetesen. A népegészségügyi osztály is nálunk van a járási hivatalnál. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen példát illik mutatnunk, és a kollégáimtól is ezt elvárom, de így is tesznek. Úgyhogy köszönöm szépen ezt az észrevételét. Ugye a 2020-as évre tekintünk vissza, ami sok minden történt ebben az évben, többek között a koronavírus is. Hogyan értékeli ön, mint hivatalvezető a Székesfehérvári járási hivatal munkáját? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, engedjem meg, hogy én is tegyek egy megjegyzést. Kicsit korábban voltam ebben a stúdióban, illetve nem ebben a stúdióban, csak magában a fizikai létesítményben, és örömmel tapasztaltam, hogy megújult a stúdiójuk, nagyon kényelmes, komfortos, ugyan hátra nem illik nézni, meg oldalra se, de nagyon jól néznek ki ezek a kijelzők, és remélem, hogy sok szép és jó képet tudnak az interjúk közben kivetíteni, úgyhogy gratulálok hozzá, és öröm itt lenni önöknél. 2020-as év járási hivatal szempontjából nagyon nehéz erre válaszolni, ugye annyi nehézség volt a koronavírus, annyira rányomta, én úgy gondolom, hogy minden honfitársunkra, Fehérvárra, a Fehérvár környékén élőre, járási lakosra a bélyegét, hogy gyakorlatilag ez határozta meg legfőképpen. Talán kezdeném ott, hogy indult egy márciusi átszervezéssel, egy kicsit kevesebb lett a létszámunk, nem az történt, hogy elbocsátott a kollégákat, hanem a kormányhivatal égiszén belül elcsoportosítások történtek, és egy picit megcsapant a létszámunk, de természetesen feladataink maradtak bőven, és alig ezt a létszám megoldást megoldva rögtön jött is a koronavírusos feladathegy és csoportosulás, úgyhogy arra fektettük az energiánkat is. Volt bőven feladat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy talán e köré csoportosultak nyilván a feladataink, nyilván az alapfeladatokat meg kellett oldani, és mellette plusz még feladatokat kaptunk, amelyeket átcsoportosításokkal, szervezeten belüli átcsoportosításokkal, illetve a kollégáink túlórájával tudtuk csak megoldani. A népegészségügyi osztályon nem ért véget 4-5-kor a munkaidő, 6-kor, 7-kor, 8-kor, 9-kor még benn voltak és jelentkeztek, adatokat szolgáltattak, hogyha szükség volt rá, illetve a hétvégék nagy részét is bent töltötték. Úgyhogy ez a nagyon-nagyon sok munka határozta meg ezt az évet. Én úgy gondolom, hogy nyilván államigazgatási szakemberekről lévén szó, kollégáim a közigazgatásban dolgoznak, az esküjük is erről szól, tehát nem lepődtek meg, nem morogtak, hanem nagyon szívesen ellátták ezeket a feladatokat, hiszen most ezt rólta ránk ez az év. Ugye mondta már, hogy volt egyfajta átalakítása, vagy átalakulása a hivatalon belül. Hogyan kell elképzeljünk egyébként a hivatalnak a felépítését? Most akkor hány osztály van, hányan dolgoznak? Egyáltalán mi mindennel foglalkozik a hivatal? Igen, hát a járási rendszer ugye 2013-ban alakult ki, van egy földrajzi területi eloszlása, ugye a települések tartoznak ide, és van egy úgynevezett hatósági feladatkör is. Na hát ez a hatósági feladatkör, ez jelenleg 7 osztály van csoportosul, kormányablak osztályunk van 2 is, a foglalkoztatási feladatok vannak nálunk, az előbb már említett népegészségügyi feladatok, élelmiszerlánc, biztonsági állategészségügyi feladatok, gyámhivatali feladatok, hatósági feladatok. Úgy gondolom, hogy azért ebből a pár mondatból is kiderült, hogy azért marad bőven feladat nálunk, és hát természetesen ugye még egyéb feladatok is, mint a védelmi igazgatás területén lévő feladatok, amelyek, hogyha szükség van, akkor azokat is ellátjuk a kollégáimmal. Sőt, hogyha jól tudom, akkor bizonyos beruházásoknál is ott van jelen a hivatal, amit én egyébként nem is gondoltam volna, hogy ez így van. A 2020-as esztendőben mi volt a helyzet, milyen beruházásoknál volt jelen? Így van, szerkesztő azt mondja, teljesen jól emlékszik, akár korábbi tudósítások kapcsán. Ugye nyilván a hatósági feladatkör az megkívánja azt, hogy az előbb említett osztályok némelyike bizonyos beruházásoknál ugye szakkérdésben, szakhatósági hozzáállás formájában véleményt formáljon az adott beruházásról. Hát volt ilyen bőven. Székesfehérvári példát, ha egy párat említhetek önnek, ugye az Székesfehérvári Egyházmegyének a látogatóközpont és kiállítóterem beruházása a Lakatos utcában, akkor nagyon jó, szép volt és jó feladat volt, Madárkórháznál ellátott feladatok, jó néhány fehérvári cég, mint a Széphő, a Arkonik, köfény jutott eszembe, azért mondtam, hogy nehezen az Arkonik szó, az Arkoniknál, akkor a Hannon Magyarországnál, illetve
olyan üzemeknél, ahol már meglévő termelés volt, de kisebb bővítések voltak, ezeket az engedélyezéseket is a mi osztályaink hozták létre, illetve meg kell említeni még Lovasberényben a szennyvízberuházást, illetve Mátyásdombon, Kálózon a vízbázis fejlesztését, illetve ivóvíz hálózatnak a fejlesztését, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdés. Nyilván itt meglévő rendszerek fejlesztése történt meg. De ne felejtsük el, a Velencei tónál oly sokat lehetett hallani róla, a Velencei tó partfa rehabilitációját. Olyan sok mindent mondott, és én tényleg úgy gondolom, hogy nem is fordult meg a fejemben, hogy ennyi mindennel foglalkozik a hivatal. Nekem leginkább így a kormányablak az, amivel találkozom így a hivatal munkáját tekintve. Most hány kormányablak működik Székesfehérváron? Hány ilyennel rendelkezésre, az emberek rendelkezésére? Jelenleg Székesfehérváron, a Kók László utcában, és a Béketéren, a vasútállomás épületében van működő kormányablakunk, de ne felejtsük el, hogy járáshivatalról beszélünk, úgyhogy az a jó hírem van továbbra is a kedves nézőknek, illetve a hozzánk érkező ügyfeleknek, hogy más helyszíneken, így Abán és Polgárdiban is továbbra is van kormányablak, tehát a válaszom a kérdésére, a járáson belül 4, Székesfehérváron pedig 2 kormányablak működik, és várja szeretettel a hozzánk betérő ügyfeleket. Hogy látja ön, mint a hivatalnak a vezetője, ez elegendő mennyiség egyébként? Mekkora feladat halmazokkal kell megküzdeni egyébként a munkatársaknak? Igen, elegendő ez a 4 kormányablak. A fehérvári 2 helyszín tökéletesen jól lefedi az igényeket. Természetesen biztos, hogy van olyan ügyfél, aki azt mondaná, hogy szeretne még többet. Én úgy gondolom, hogy itt szakmailag az a válasz, hogy elegendő. Annál is inkább, mert ebbe az évben az a jó hírünk lett az ügyfelek számára, hogy egy úgynevezett kormányablak buszt is szolgálatba állítottunk. Ez egy mobil, ugye nevében is benne van, hogy busz, egy mobil eszköz, amely gyakorlatilag a későbbiekben majd el tudunk menni olyan rendezvényekre, remélem minél hamarabb, mondjuk egy Fezen rendezvényre, zenei napokra, ahol egy pár napra, vagy arra 4-5 napra, vagy akár egy koncert erejéig a bejáratnál, ott tudunk segíteni a koncertre érkezőknek, és gyakorlatilag ott el tudjuk látni azokat a feladatokat, minden olyan feladatot, amit egy kormányablakban ellátunk. Milyenek egyébként így a visszajelzések? Vannak-e visszajelzések az ügyfelektől, hogy a kormányablakoknak milyen a munkája? Vannak visszajelzések. Hogyha jön egy rossz visszajelzés, egy negatív visszajelzés, akkor érdekes módon nem sokkal utána 2 jó is jön, hogy a kollega nagyon biztos, hogy nagyon ügyesek, és ösztönzik esetleg az elégedett ügyfeleket, hogyha esetleg megtennék, akkor mivel volt egy fekete pont, ezért most legyen 2 piros is, de természetesen komolyra fordítva a szót, minimális a negatív észrevételek száma. Nyilván, hogyha ott olyan észrevétel történt, amit mi tudunk adaptálni, felhasználni, akkor minél hamarabb megtesszük a kollégáimmal, vezetőtársaimmal azokat a lépéseket, hogy ilyen hiba legközelebb ne forduljon el. A kérdésére válaszolva, vannak visszajelzések, és szerencsére a többség az pozitív visszajelzés. Amikor a kormányablakban, de nem csak a kormányablakban, hanem bármelyik osztályunkon ott járok, akkor én mindig igyekszem a kijövő ügyfeleket megszólítani udvariasan, megkérdezem, hogy hol volt, milyen ügyet intézett, természetesen bemutatkozom, nehogy tolakodásnak vegye a kérdésemet, és megkérdezem, hogy hogy érezte magát nálunk, elégedette az ügyintézővel, illetve az ügyintézésével, és nyilván rögtön le is rendezem a dicséretet mindenki előtt, a esetleges negatívumokat pedig akkor 4 szem közben megbeszélem a kollégával. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy összességében nagyon-nagyon jól dolgoznak a kollégák. Még ebben az évben is jól dolgoztak, ahol már említettem, hogy nagyon nagy teher volt rajtuk a Covid miatt. A 2020-as évben a kormányablakoknál is történt változás. Egyszerűsödtek, hát az legalábbis az ügyintézés egyszerűsödött, mondjuk az erkölcsi hatósági bizonyítványokat tekintve. Igen, szerkesztő asszony, hogy követte a jogszabályváltozásokat. Igen, így van. Ugye most már lehetőség volt ebben az évtől a kormányablakokban is az erkölcsi bizonyítványok igénylésére. Nyilván megmaradt a postaiton történő igénylés, megmaradt a magyarország.hu oldalon elektronikus formában történő igénylés, és talán kevesen tudják, de el szokták mondani természetesen a kollégáim ott a helyszínen, hogy a budapesti központi okmányirodában, a 13. kerületben pedig olyan jellegű erkölcsi bizonyítvány igény van, ahol azonnal teljesítik is, tehát pár perc múlva már birtokában van a kedves ügyfél az erkölcsi bizonyítványnak. Szintén egy változás volt 2020-ban, hogy az egyéni vállalkozói igazolványokat le kellett adni. Ez még márciusban kellett, hogy megtörténjen. Ezzel kapcsolatban mik voltak a fejlemények? Azt kell, hogy mondjam, hogy a többség, a kedves ügyfelénk többsége, a vállalkozók leadták.
Néhányan voltak olyanok, akik talán nem nézték a Fehérvár televíziót annak idején, ahol ugye beszéltünk erről, ha jól emlékszem korábban, de aztán utána felszólításra ők is behozták. Egyébként nem lett probléma, mert érvénytelenítve lettek, de nyilván azért vártuk, hogy hozzák be, és be is hozták. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon pozitív jogkövető volt az a réteg, akiknek ez a jogszabály szólt, és le kellett adni az igazolványaikat. És ugye egy újabb feladatkör is rakódott a kormányablakokra, az oldtimer rendszámoknak a kiadása is oda került a kormányablakokhoz. Igen, egy nagyon szép feladat, érdekes feladat, bár általában olyan közigazgatásban és a kormányablakokban legfőképpen hölgyek dolgoznak, de azért van egy-két férfi kollégánk, akit azért ez úgy jobban megmozgat egy ilyen idősebb autó. De 30 évnél idősebb autókról van itt szó, de azért ennyire nem egyszerű a helyzet, hogy 30 évet betöltötte a gépjármű, és akkor rögtön oldtimer rendszámot kap, és mindenféle egyéb pozitív járuléka lesz ennek, hanem itt... Kezdve a műszaki bizonylatok meglététől, a műszaki vizsgán történő átmeneten, természetesen itt azért a műszaki vizsgánál néhány dologba eltekinthetnek, mert ugye nem biztos, hogy az a rendszer az tudja, hogy egy 30 évvel korábbi technika tudja, de természetesen alapvető biztonságnak meg kell lenni, illetve van egy úgynevezett múzeális értékelő bizottság, 4 főből áll, és az ő véleményük a oldtimer igazoláshoz szükséges. Tehát egy ilyen bizottsági tárgyaláson is át kell menni ezeknek a gépjárműveknek, és természetesen utána lehet csak menni. Nem olyan egyszerű a feladat. Volt ilyen egyébként, én is kérdeztem, hogy szeretem a gépjárműveket, én is azért kérdeztem a kolléganaimat annak idején, és utána mondták, hogy voltak ilyenek, és szerencsére meg is tudtuk adni ezt az OT rendszámot. Ugye szintén ebben az évben azért még történt változás a kormányablakokat tekintve, elindult a jelnyelvi szolgáltatás. Hogyan keresztel képzeljük? Igen, és köszönöm, hogy szóba hozta. Ugyanis azt vettük észre, hogy ugyan mi beszéltünk erről annak idején, talán a Vörösmarty Rádióban is, és a helyszíni tudósítás során is, de képzelje a szerkesztő asszony, hogy a hozzánk betérő, és ezt a szolgáltatást igénylő ügyfelek nem mindegyike tudott róla, úgyhogy én örülök, hogy most is szóba jött, és ez egy, de természetesen nem baj, nem tudott róla, mert nyilván a kollégáim felkínálták ezt a lehetőséget, és éltek is vele utána. Úgy kell elképzelni, hogy van egy tabletgép, amely munkaidőben egy adott szám hívása során rendelkezésre bocsát egy jelnyelvi tolmácsot, és akkor gyakorlatilag az egyik oldalon az ügyintézőnk, a másik oldalon a kedves ügyfél, középen pedig ez a kis tabletgép, amelyet forgatva gyakorlatilag, vagy úgy lerakva, hogy mind a ketten lássa, egy nagyon korrekt kommunikációt tesz lehetővé az ügyintéző és a kedves ügyfél között. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó ötlet, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos is, és amikor mi felkínáljuk, hogy van ilyen lehetőség, nagy örömmel veszik ezt is tudomásul, és használják is. De nem baj, beszéltünk róla, mert hát ha még jobban megy a köztudatba, és azok az ügyfelek, akiknek ez segítség a mindennapi ügyintézéskor, akkor élhetnek vele, használhatják, és egy kicsit nekünk is könnyebb lesz a kommunikáció. Ugye tele vagyunk már ilyen kis okos eszközökkel, okos telefonnal, ami segítséget nyújt a mindennapjainkban, sok esetben, és segítséget nyújt abban is, hogy már van egy kormányablak alkalmazás, amit ha letelepítünk a telefonunkra, akkor egészen hamar tudunk mondjuk időpontot kérni. Így van, hát sok jó dolog van ezzel az okos alkalmazással, de amikor a gyerekeinkkel korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni, ne használják annyit, akkor bizony megnehezíti a családfők életét. Igen, ez a kormányablak alkalmazás, ez is egy nagyon jól bevált alkalmazás lett. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy az ügyfelek látják Magyarország összes kormányablakának a leterheltségét. Azért fontos, hogy említettük itt korábban már, hogy Fehérváron is több lehetőség van, itt van a fehérvári járásban, ugye 4 lehetőség van kormányablak vonatkozásában, de itt van közelünkben Gárdony is, ugye akár Mór is, tehát hogyha valaki egy ügyet szeretne intézni, és gyorsan, nincs olyan sok ideje, megnézi, hogy körülbelül milyen várakozási idő van az alkalmazást felhasználva, akkor eldöntheti, hogy egy negyedórás plusz autózás akár a bárra, a polgáriba, direkt nem mondom a másik járásban lévőket, nehogy aztán utána járási volt a vezető barátaimtól az a vád érjen, hogy oda irányítottam az ügyfeleket, távol álljon ezt tőlem, de természetesen ugye országos lefedettségű ez a rendszer, tehát lehet látni minden kormányablakot. Erről van tulajdonképpen szó, és annyi, hogy mi is használjuk, tehát hogyha ha mondjuk során állunk, ugye most erről nehéz beszélni, mert a Covid miatt ugye időpontfoglalás van, de hogyha majd ennek vége egy sor lesz nálunk, akkor ugye tájékoztató jelleggel elmondhatjuk az ügyfeleknek, akik épp a sorban állnak, hogy esetleg nézzék meg ezt az alkalmazást, és ha úgy gondolják, akkor fáradjanak át mondjuk a vasút épületében lévő kormányablakunkba, mert ott pont ebben az ügytípusban csak egy várakozó van, tehát
valószínű, hogy ott sokkal hamarabb sorra kerül, mint mondjuk a Koklásztóban, ahol mondjuk ott 8-an vagy 10-en várnak. Tehát így kell ezt elképzelni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. A mai, ahogy ön fogalmazott, kütyűs időszakban ennek a közigazgatásban lévő alkalmazása is nagyon-nagyon jó, és úgy gondolom, hogy hasznos is. Most ugye már beszélgetünk a koronavírus járványról is, egyébként a kormányablakok egy pillanatra se álltak meg, ugye? Vagy hogyan kell elképzeljük, hogy tehát nagyon sok mindent el lehet intézni azért már mondjuk interneten keresztül is, de hát nagyon sok mindent viszont csak úgy, hogy tényleg személyesen ott vagyunk a kormányablakokban. Természetesen nem álltak meg, ugye mi közigazgatásban dolgozó állami igazgatási szakemberek vagyunk, kollégáim van együtt, és nálunk ez nem jöhet szóba. Miért nem? Azért, mert ezek a szakrendszerek, ezek ott a hivatalban érhetőek csak el, nagyon szabályozott belépési lehetőségekkel, személyre szabott belépési lehetőségekkel, tehát nem mindegy, hogy kiléphet be, ellenőrzöttel lehet ebbe belépni, és ennek az otthoni használata, ezeknek a szakrendszereknek, ezeknek nem lehetséges, és egyébként is a közigazgatás, az állami igazgatás az ilyen nehéz időszakokban is mindig működött az országban, és működnie is kell. Úgyhogy nálunk a home office lehetősége az nem volt adott. Nyilván a kollégák, amikor annak idején hozzánk jöttek dolgozni, illetve a közigazgatás, nem csak hozzánk, a közigazgatásban elkezdték a munkavégzésüket, akkor, akkor ez egyértelmű volt a számukra. Természetesen azért emberség, lojalitás a csapatban van, és olyan kollégákat, akiknek esetleg valamilyen alapbetegségük volt, vagy a koruk szép korban voltak már, és akkor őket megpróbáltuk úgy a háttérbe tenni, de most nem a szó szoros értelmében, hanem hogy nem a front office az ügyfélfogadás közepébe kirakva, hanem akkor segítettek a háttérbe, ahol ugye nagyobb lehetőség volt a folyamatos szellőztetésre, és külön volt, tehát vigyáztunk egymásra. Ezek a jelzések jöttek minden osztályunkról, hogy az osztályvezetők erre odafigyeltek, és én nagyon-nagyon örültem. Természetesen emiatt vita nem volt a kollégák között. Úgyhogy kérdésére válaszolva, nálunk home office nem volt, nem is lesz. Ez alap közigazgatásban. Természetesen azokat a emberi dolgokat meg megtettük, amit ilyenkor lehetett. De nagyon ügyesek voltak a kollégák, a higiénés dolgokra, amiket ugye ajánlottak, szakmai úton ajánlottak, azokra nagyon odafigyeltek. Bárhova mentem, bármelyik osztályra mentem, az alkoholos fertőtlenítő illat, a tisztaság, az gyakorlatilag magáért beszélt, és azt, hogy az ablakok nyitva voltak. Nyilván most majd vigyázni kell ezekben a hidegebb időszakokban, hogy nehogy emiatt legyen betegség, hogy ha közelülnek az ablakhoz, de gyakorlatilag ők mindent megtettek, példát is mutattak az ügyfelek számára, hogy hogyan lehet a higiéniás feltételeket megtartani. Ugye ő, mint a Székesfehérvári Járási Hivatalnak a hivatal vezetője, a Helyi Védelmi Bizottság vezető szerepét is betölti. Hogyan kell elképzeljük ezt a munkát? Igen, hát szép ez az elnevezés, ez a Helyi Védelmi Bizottság, vagy HVB, hogyha ha rövidítjük. De azért azt el kell, hogy mondjam, hogy azért ez nem a mi érdemünk, és azért mondom, hogy miért nem a járási hivatal vezetők érdemünk. 2013 óta jogszabály rendezte ezt így, hogy a védelmi igazgatás a polgármesterektől ugye nagyobb részben ugye hozzánk került, de ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk egy településen van probléma, akkor ott a polgármester nyilván a mi segítségünkkel, illetve azoknak a szervezeteknek a segítségével, akik mindjárt rátérek, hogy akkor hogy is néz ez ki, ugye megoldja ott helyben. Hogyha a járás több települését, akkor már mi a Helyi Védelmi Bizottság ülésezik és hoz döntéseket. Hogyha több járás területén van katasztrófa helyzet, akkor a megyei védelmi bizottság, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy annak idején mi ezt csak tanultuk, és hallottuk, hogyha az ország egész területén, akkor pedig ugye operatív törzs irányítása mellett, a megyei védelmi bizottságok bevonása mellett, és a helyi védelmi bizottságok bevonása mellett, ugye operatív törzs irányítás van. Nem gondoltuk volna, hogy erre néhány éven belül sor kerül, na hát ezt éljük most. De válaszolva a kérdésére, itt a Helyi Védelmi Bizottságban olyan szakemberek, a rendőrség, honvédség, mentők, népegészségügyes, vízügyi szakemberek állnak a rendelkezésre, és elnézést, hogy valakit most hirtelen kihagytam, akik gyakorlatilag a saját területükön mindent tudnak, nagyon jó döntéseket hoznak. Ezeket a döntéseket hozzuk a katasztrófa helyzet megoldása miatt egységbe, pontokba szedve, határozott formájába, és gyakorlatilag ezért felel a Helyi Védelmi Bizottság elnöke, azaz a járási hivatal vezető. Természetesen a szakmai feladatok továbbra is az adott szervezet megoldásában maradnak. A 2020-as évre volt-e valami rendkívüli feladata a bizottságnak?
Hát természetesen ugye a COVID kapcsán folyamatosan van, de úgy, hogy operatív törzsi irányítás mellett, és ugye a Megyei Védelembizottság és a Helyi Védelembizottság bevonásával adatgyűjtés, adatszolgáltatás és bizonyos feladatoknak a végrehajtása. Tehát önálló döntés ilyenkor nincs, hiszen egységesen az ország területére egységesen az operatív törzs irányít. Nagyon helyesen és nagyon jól van ez így. Egységes megoldása, mindenki megkapja a feladatot és gyakorlatilag annak megfelelően jár el. De természetesen emellett is azokat a rutin gyakorlatokat azért végeztük, amelyek korábban megszokottak voltak, csak online formában. Volt egyébként védelmi gyakorlat, az biztos, hogy szeptemberben volt. Egy hányszor van egyébként egy évben védelmi gyakorlat, és hogyan kell elképzeljük, mi minden történik ilyenkor? Így van. Tehát a védelmi gyakorlat gyakorlatilag azért, nevében is benne van, azért gyakorlat, mert hogy olyan helyzeteket szimulálunk, amik esetleg előfordulhatnak. Nyilván le van modellezve, hogy egy adott járáson belül mik azok a veszélyes üzemek, veszélyes tevékenységek, amik most nehogy félreértse itt valaki, tehát ennek a lehetősége nagyon-nagyon csekély. De mégis egy picit több, mint a nulla, és akkor ugye, ha egy veszélyhelyzet előáll, akkor ott helyben a Helyi Védelmi Bizottságnak lépéseket kell tenni a lakosság testépsége, egészsége és a vagyon értéke védelme érdekében. Na hát ilyen gyakorlatok folynak, 2-3 gyakorlat van egy évben. Nálunk talán a kedves fehérvári nézők többször hallják, hogy néha megszólalnak ezek a szirénák, a városban telepített szirénák, ahol ugye kommunikáció is folyik a sziréna elhangzása után, ugye utasításokat lehet adni a lakosságnak, de mindig előtte az önök segítségével elmondjuk, hogy ez csak próba lesz, nehogy valaki megijedjen. Na hát ilyen próba nálunk a Flaga Hungária Kft.-nek van egy telephelye, ugye az M7-es autópálya mellett, és ott modellezünk olyan lehetséges katasztrófa helyzeteket, amikor mondjuk veszélyes anyag, veszélyes gáz kerül a levegőbe, amelynek a mozgását nyilván a meteorológiai adatok alapján folyamatosan követjük, telepítjük a lakosságot a megfelelő helyre, óvintézkedéseket hozunk, és gyakorlatilag ott tartjuk, lokalizáljuk a robbanást vagy a problémát. Természetesen még egyszer mondom, hogy ezek csak gyakorlatok, és azért vannak, hogy ha esetleg valami probléma lenne, akkor mindenki tudja, hogy mi a dolga. 2-3 ilyen gyakorlat van. Van a Paksi atomerőmű kapcsán is gyakorlat feladatunk, hogy ott az onnan esetleg érkező lakosság befogadása, elhelyezése, élelemmel, szállással történő ellátása miatt. Illetve szoktunk olyan gyakorlatokat is modellezni, amikor mondjuk egy katonai konvoj halad át a járáson, és ott történik akár az előzőhöz hasonló veszélyes anyag levegőbe jutása, és gyakorlatilag ennek a kezelése a esetleges sérültek elszállítása, a fertőzés, a gócpont, a lokalizálása, a figyelemmel követése, előre a lakosság kitelepítése. Szép feladatok ezek, és hát gyakorlatilag elmúltunk és beámultunk, amikor 13-tól ugye, akkor alakult a járás, és ezek a feladatok is akkortól jöttek. Ezeket láthattuk, hogy milyen profin járnak el azok a szakemberek ilyen feladat kapcsán, hogy a katasztrófavédők, a rendőrök, akik már nyilván korábban láttak ilyet gyakorlatban is, és elméletben is, mi ezeket a hiányosságokat próbáljuk folyamatosan pótolni. De nem kell megérni, mert ott vannak mellettünk a szakemberek, úgyhogy mindent tudnak. És akkor egy-egy ilyen gyakorlatnak a végén még a Védelmi Bizottság összeül és értékeli, hogy mi minden történt, vagy hogy hogyan sikerült megoldani egy-egy helyzetet? Nyilván ez egy ilyen teszthelyzet, de... Természetesen van elemzés is, nem csak a mi saját projektunk elemzése, hanem az ország más járásában lévő megoldásokat is van, amikor a rendelkezésünkre bocsátják, és azokat a tanúságokat, amiket ott abból a szakemberek, katasztrófavédelmi szakemberek levontak, gyakorlatilag megosztják velünk. Igen, van visszakövetés, nyomonkövetés, vannak pici apró dolgok, amit hogyha egy szakember esetleg elmond, és az alkalmazható, akkor azt a következőkben már berakjuk a kis noteszünkbe, és hogyha esetleg olyan helyzet van, akkor rögtön előhozzuk és alkalmazzuk. Természetesen ezeknek az a lényege, hogy utána tapasztalatokat levonva használjuk a későbbiekben. Ugye arról már volt szó, hogy a hivatalnak a munkája közé tartozik, ugye a koronavírus helyzetnek a kezelése is valahol. Ugye a tesztelésekben nagyon nagy szerepe volt a hivatal munkatársainak, az egészségügyi és oktatási intézmények munkatársainak a tesztelésében. Már ezen túl is vagyunk, ha jól tudom, hogy
hogyan zajlott ez, milyen csapatok végezték a tesztelést, mit lehet róla tudni? Igen, szerencsére túl vagyunk rajta, és szerencsésen túl vagyunk rajta. Érdekes a magyar nyelv, hogy két hasonló szóban milyen szép dolgokat lehet mondani. Na nem azért mondom, mert esetleg ez a munka ez nehéz lett volna, vagy problémás. Nyilván nem volt könnyű, de megoldottuk. Azért mondom, hogy szerencsére, és szerencsésen, mert semmiféle olyan probléma nem volt, most már múlt időben beszélhetek, ami akár a helyszínek megközelítésénél lett volna akár egy kicsi baleset, vagy bármi. Négy fős csapataink voltak, csoportjaink voltak, tehát négy fős csoportjaink voltak, és nagy örömre szolgált, hogy együtt dolgozhattunk, kollégaként együtt dolgozhattunk az egészségügyi főiskolák, egyetemek hallgatóival, akik nagy örömmel jöttek hozzánk, és tényleg főhajtás és kalapemeléssel adózom nekik, mert pillanatokat fölvették azt a tempót, amit ez a feladat elvégzése igényelt, hogy nagyon nagy segítségünkre voltak. Ők voltak ugyanis azok, akik jogosultak voltak a mintavételezésre. Egy fő pedig az adminisztrációs teendőket látta el, ugye őt adtuk mi a járási hivatal kollégái közül, akik mindenben segítették az adminisztrációt és a orvostan, illetve egészségügyi hallgatókat. A negyedik fő pedig ugye a gépjárművezető volt, aki pedig az odajutásban a nyugodt körülmények megteremtésének volt felelős. Hány települést kellett tesztelni? Hány településnek az intézményei dolgozóit kellett tesztelni? Igen, a járási hivatal 25 településből áll. Ebből a 25 településből 22-nél voltak olyan telephelyek, ahol el kellett jutni. Bocsánat, 23-nál, mert aztán végül is bejött még egy a Bakonykut is bejött. 23 településen voltunk, és ha jól emlékszem, akkor 231 néhány telephelye volt ezeknek az intézményeknek, úgyhogy ezért nem kevés feladat volt. Mi volt akkor, hogyha pozitív lett valakinek a tesztje? Mit kellett tenni? Ott a gyors teszt elvégzése után nyilván nagyon ügyeltek a kollégáim arra, hogy anonim legyen az eredmény közlése. Tehát akinél pozitív jelzést hozott a teszt, akkor külön mondták el nekik négy szem közt. És ugye itt a feladat az volt, hogy akkor ő gyakorlatilag elhagyja a munkahelyét, minél hamarabb hazaér, és jelentkezik a házi orvosánál. Nyilván ennek a tesztnek az adminisztrációs metodikája nyomán bekerült ugye abban a rendszerbe, ahol látta már az ellátórendszer, hogy pozitív az eredménye, de a házi orvosa utána aztán nyilván nyilvántartásba vette, és azokat a talán gyógymódokat, vitaminokat, esetleges alapbetegsége miatt a gyógyszerének a rendezését pedig ő tudta és kezelte, rendezte. Tehát minél hamarabb a házi orvosánál kellett jelentkezni, illetve elhagyni a munkavégzés helyét. Azért is volt fontos, mert az ott lévő, tovább dolgozó pedagógusok, illetve az odajáró gyermekeink biztonsága állt helyre ezáltal újra, hogy nem volt egy olyan fertőző személy, aki esetleg továbbadhatta volna a vírust. Ugye mondta, hogy elég sok település tartozik egyébként a járási hivatalhoz. Milyen a kapcsolat a településekkel? Le a kalappal előttük, nagyon jó. 2013 óta, amióta a járás van, ismerem őket. Nyilván korábban is ismertem már őket, de ebben az aspektusban 13 óta dolgozunk együtt polgármester urakkal, jegyzőasszonyokkal és a polgármester hivatal dolgozóival. Nagyon-nagyon jó a kapcsolat. Itt a Covid helyzet kapcsán, és egy nagyon picit visszautalva az előző feladatra, amikor ugye az egyetemistákkal megoldottuk a szűrést, ott is sorban hívtak, kivétel nélkül mind a 25 polgármester, hogy miben tud segíteni, van-e valami, amiben egy picit is, hiszen ezek a telephelyek, ugye a 230 telephely az ő településein is voltak. Ugye? Nagyon fontos, hogy ők is érezték ennek a fontosságát. Borzasztó jól esett. És amikor visszajöttek a csoportok, és megtörtént a szűrés, hogy a polgármesternek nyilván jelezték a kollégák, hogy ott voltunk, a pedagógus kollégák, és akkor pedig megköszönték azt, hogy jól szervezetten, hatékonyan, nyilván nem a mi érdemünk, hanem az orvostan hallgatók is, hogy a fájdalommentesen is megcsinálták ezeket a méréseket. Nagyon jó a kapcsolat. Ez is azt mutatta, én úgy gondolom, a korábbi évek tapasztalatát megerősítette ez, ha baj van, ha gond van, ha feladat van, akkor nagyon-nagyon számíthatunk mind a 25 település vezetőire, mind a 25 településen dolgozó önkormányzatnál és egyéb intézményeknél.
most már azt kell mondjam a pedagógusokra is, mert a Deokalappal előttük is nagyon jól együtt dolgoztak. Olyan szervezéseket látunk, nagyon meg tudták könnyíteni a munkánkat a szűrésnél, amikor oda mentünk, és akkor meg volt szervezve, melyik helyiségben, hogyan, 2 méter távolságra álltak a kollégák, voltak ütemezve voltak behívva, és nagyon-nagyon flottó ment. Úgyhogy sokszor mi egy picit túloztuk is az idővel, és maradt egy pár perc idő. No, ez persze nem baj, hogy egy kicsit az egyetemisták is tudtak rekreálódni, kicsit pihenni, egy kis ásványizet, vagy lefogyasztani, vagy levegőre menni, de annyira jó szervezés volt ott is, tényleg öröm volt velük együtt dolgozni. Úgyhogy ez is azt erősítette meg, hogy az összefogás, a bajban és a segítség nyújtás, akár úgy, hogy kérés nélkül fölajánlása, az nagyon jelen volt, hogy le a kalappal mindenki előtt a járásban. Sok mindent hallottunk, hogy 2020-ban mennyi minden történt így a hivatal életében és munkájában. Mik a tervek 2021-re? 2021-re remélhetőleg, hogy ezt a Covid feladatot ezt elfelejthetjük, talán ez lenne a fő terv, és talán majd az oltások, ugye előbb említettük a szűréseket, talán már az oltások megszervezésében tudunk segíteni, hogyha ilyen igény jön. Talán ez a terv is örömmel tennénk, mert akkor talán már maximálisan látnánk a kiutat a kollégáimmal is, és a járáslakókkal együtt, a járásban élőkkel együtt. Hát köszönöm szépen, hogy a vendégem volt, és így visszatekintettünk a 2020-as esztendőre, és én is nagyon reménykedek abban, hogy 2021-et már a Covid nélkül, vagy már a Covidot szinte elfelejtve tölthetjük el. Igen, én is remélem, és én azt kell, hogy mondjam itt összegezve az előbb elmondottakat, hogy Spányontól Püspök atya gondolataival maximálisan egyetértve, aki ugyanis azt mondta, hogy az előírások betartása fontos, és mellette pedig a türelem, amelyen én nagyon egyetértek, és az előbb elmondottak alapján én, a hivatal vezetője, annyit tennék hozzá, jó értelemben, ha szabad ilyet tenni, hogy az a összetartozás, ami itt a szervezeteknél, a fejérvári szervezeteknél megmutatkozott ebben az évben, a koronavírus járvánnyal szemben, hogy ha ezt még hozzátesszük, hogy általam ebben az évben látott tényleg összefogás mindenki között, nem csak a hivatalok között, hanem a lakosok között is, ha ez a hármas meg lesz, az intézkedések betartása, a türelem és az összefogás, akkor biztos vagyok benne, hogy túl tudunk lenni, és teljesül az a kívánság, amit az előbb mondtam a 21-re, hogy talán elfelejthetjük, és ugyanúgy boldogan élhetjük a családjainkkal, a gyerekeinkkel az életünket, mint korábban. Mert olyan érdekes, hogy most jut eszünkben az, hogy milyen felelőtlenül szórakoztunk 2 évvel ezelőtt mondjuk a Balatonban, Balatonpartján, vagy a koncerteken, a Fezen koncerteken, vagy a jégkorong mérkőzéseken, a futballmérkőzéseken, kosármérkőzéseken. Ugye, hogy ilyenkor jön rá az ember. Én úgy gondolom, hogy ez a fő cél, és biztos vagyok benne, hogy el fogunk ide jutni, és remélhetőleg erről is tudunk majd beszélgetni a későbbiekben. Én is nagyon reménykedem, hogy mindez így lesz, ahogy elmondta. Köszönöm szépen még egyszer, hogy a vendégem volt. Köszönöm szépen is a lehetőséget, és boldog új évet kívánok minden kedves fejérvári televíziónak, és önöknek is, a stábtagjának. Mi is önnek és a hivatalnak is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések vendége Dancs Norbert, a Székesfehérvári járási hivatal hivatalvezetője volt. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!